Köszöntöm Önöket. Nem látták, de folyik a szómágia, hogy összezavarjanak ebben engem annak tekintetében, hogy kiek milyen keresztneve vagyok. Van, mert hát egyébként hajlamos vagyok rá, de most csak azért is koncentrálni fogok, főgonosz. Szóval a kezemben az új Magyar Hang, három ellenzéki miniszterelnök jelöltel, Dobrev Klára, Márki-Zay Péter és Pálinkás József, nem tévesztettem el, az itteni szereplőink pedig Lukácsi Katalin. Mindenkit szeretettel köszöntök. Csintalan Sándor. Jó napot, magyarok. Pulai András. Sziasztok. És Konok Péter. És végig sikerült, jó estét kívánok. Ezen a héten megasztár lett újra Lázár Jánosból. Rengeteg helyen megjelent a vele készült interjú, vagy igazából nem is tudom, hogy egy interjú készült és sok helyen jelent meg, vagy most hirtelen sok helyen csináltak vele interjút. Sátáni megvilágításban, azt nem tudom, figyelték-e, hogy a fotók azok mind nagyon rosszak voltak. Nem, azok pazar fényképek szerintem. Igen. Jobb volt, csak más volt a szándék. És érdekes tartalmakkal. Szemezgessünk. Én már, ahogy megérkeztünk és elkezdtünk erről beszélgetni, én ezzel kidühöntem magam, de még egy kicsit hagyd dühöngjek. Tehát, hogy engem felháborít az, hogy úristen, megszólalt a Lázár János, és akkor egy haptába vágjuk magunkat. Tehát olyan, hogy jaj, hát Biszkubélet nem szeretjük, de ha megszólal Acél György, és mondjuk a beszélőnek az anakronizmus, de interjút adnak, akkor az beszélő újságírói, akkor így tényleg térden állva a hálát adnak, hogy igen, szóba álltál velünk, kedves György. Azért álljon már meg a menet, Lázár János, nem egy... Ez a jól nevelt és a jóvágású, jól fésült, emberibb arcú fideszes, nagyon szörnyű dolgok kötődnek az ő kezéhez is, és ahogy ezt így behazudja totálba a kamerába, legalábbis az interjú készítőnek, hogy gyűlöletkampány zajlik ellene Hódmezővásárhelyen, amikor hetente dobnak ki és szórják tele a várost Márki-Zay Péter ellen mindenféle ostoba rágalommal, ez ellentétben nem kap meg Lázár Jánosról, nincsenek ilyen szórólapok, tehát egyszerűen gyalázat. Arról nem is beszél, hogy az egész interjú azzal kezdődik, hogy azt mondja, hogy hát Márki-Zay Péter csak annyi szavazatot kapott, mint az összes átlag ellenzéki jelölt, csak hát én nem indultam. És a kérdező nem mondja azt, hogy kedves Jánoskám, ez nem egészen így van, mert pont az, hogy Péter milliószor elmondta 1000 fórumon már, hogy ő dupla annyit kapott, mint az összes ellenzéki jelölt eddig együtt. És akkor erre mondja Lázár János, sőt, a kérdező még azt mondja, hogy hát igen, mert te ilyen szuper vagy, ezért irigykedhetnek rád a többi fideszesek. Tehát egyszerűen elképesztő, ott legszívesebben eldobtam volna az interjút, hogy minek olvassam tovább, hogy egy ilyen orbitális hazugsággal kezdődik. De ebben egyébként teljesen igaz az, és ez nagyon érdekes jelenség, amit te most itt meg leírtál és egyben megfigyeltél, hogy azért van a magyar nyilvánosságnak egy kellően nagy része, amelyik lényegében szerelmes Lázár Jánosba, bármi történik. Ebbe baloldalit, jobboldalit, liberális és konzervatívot is mindegyiket be lehet érteni, és simán lehet, hogy mondjuk költői túlzásra fogok élni. Lázár János egyik nap kitapossa belüket, nem történt ilyen, másik nap pedig oda mennek mosolyogva, és szerelmesen pislognak a szemükbe, és rebegtetik a szempilláikat Lázár Jánosnak. Hogy van ez? Hogy alakult így ki? Miért van így? Illetve Lázár János miért tudja ezt, nem tudom, 5-10 éven keresztül folyamatosan eljátszani, és hogy nem esik ki ebből a szerepből, milyen politikai képességek, milyen politikai skillek kellenek hozzá, illetve ez elég-e ahhoz, hogy Lázár János felsorakozhasson-e mondjuk Szijjártó Péter mellé a miniszterelnök kihívójának, vagy a Fideszen belüli miniszterelnök kihívónak? Nem tudom, én te jól szórakoztam ezzel az interjút. Ez egy ilyen kremlinológiai alapvetés. Szerintem egyébként tökéletesek voltak a felvételek, és nagyon szépen volt előadva az egész szüzsé egyébként a riporter és a Lázár összjátéka, mert itt azért egy összjátékról volt szó, nem alákérdezésről, hanem a Stumpf tényleg ilyen nagyon vagány belekérdező és alákérdezést csinált, tehát szerintem mestermunka a maga módján. Én tényleg azt látom, hogy nyilvánvalóan azért mérik a Fideszben, hát nyilvánvalóan folyamatosan mérik itt a különféle népszerűségi listákat, amin a miniszterelnök úr lehet, hogy most annyira nem dönget, meg mindenképpen kezd egy elhasználódottabb figura lenni. Nem akarják őt leváltani, félreértés ne essék, fel akarják mutatni, hogy létezik a Fideszen belül természetesen egy valamiféle alternatíva, úgyhogy ki is mondjuk, nem is mondjuk, és bizony arról van szó, hogy itt most megpróbálják eljátszani, voltak már erre példák, az ember arcú fideszest,
Lázár János egyébként eléggé sajátos választás szerintem az emberarcú fideszesre, de hát őszintén könyörgöm, tehát nincs a marha nagy választék. Ugye ez a Pokorni volt egy időben az emberarcú fideszes, aztán ő is erodálódott. Részben egyébként más miatt, mint Lázár János, részben pedig hasonló okoknál, mert valójában senki sem lehet, azt hiszem, ezen a rendszeren belül valid kihívó, de mindig célszerű úgy csinálni, és egyre inkább úgy látszik, hogy célszerűnek látják úgy csinálni, hogy elvileg lehetséges lenne, hogy... De akkor te ezt úgy gondolod, hogy ez egy ilyen Fideszen belüli megkoreografált történet, és nem Lázár János, mint a talajvíz jön fel? Részben úgy gondolom, hogy a Fideszen belül megkoreografált történet, részben ebben a kettő nem zárja ki egymást tulajdonképpen. Lázár János nyugodtan oda mehet, és azt mondja, hogy én vagyok az ajánlat, jó napot kívánok. Eddig most átmentem ilyen vidéki földesúrba, a Ladan Ivánmal, ugye autózgatok, megnézem a ménes birtokot, sorba állnak a jobbágyok, hogy instálom. Ez illik hozzá. Az egész, a képek, a beállítása, ez egy ilyen mecénás kúria, nem is a vidéki földesűr a dizájn egyébként, az értelmiségibb, de ugyanakkor, aki több mint gentry, de valahol azért mégsem annyira idegen szívű, mint egy nagy arisztokrata. Én megmondom neked, hogy ez valójában micsoda, ez szerintem egy operett arisztokrata beállítás, amit ott láthattunk. Olyan kis öltönyke, kis üzék, kis mellénykével, meg minden így zöld, az itt nagyon passzol. A közönség szerintem a valódi, keretes képek valódi, hátul, valódi urat. De azért nagyon, nagyon látszik, nem kilóg a láb, tehát a lóláb. Vagy hát nem tudom, ott mi van, disznóláb? Nem tudom, mi az, ami ott méres a lóláb. Tehát igen, nagyon kilóg a ménes láb, és hogy ez rendes igaz, ilyen operettarisztokrata megoldás volt szerintem. Csak ezt ki kell találni, tehát az operettarisztokrata attól operettarisztokrata, hogy valaki megkoreografálja, csak azok a képkeretek, amik ott voltak mögötte. Nyilvánvalóan, és nem véletlenül látszanak, tehát ez a nálam, hogyha jár egy riporter, és látszik a gázt viszelje a háttérben, akkor az lehet véletlen, és megpróbálják kiretusálni, mert csúnya és macska ül rajta. Na de azok a képek, azok oda lettek rakva, tehát be lett rendezve az egész tűzsé. Szerintem egyébként mondom, izgalmas ez a kérdés, annyira engem nem izgat, de biztos sokan izgalmasnak gondolják, hogy itt most egy valódi kihívásról volt szó, vagy sem. És szerintem a kettő, mondom, nem zárja ki egymást, annak a látszata volt, hogy léteznek valódi kihívások a Fideszen belül. Én egyetértek a Katalin indulatával egyfelől. Tehát hozzátéve még azt ugye, hogy ő azért mégiscsak volt egy kancellária miniszter is, tehát a hatalom effektív és konkrét gyakorlója, elég jól lehetett látni, hogy milyen cinikusan második ember volt. Intézte, de egy dolog, lehet az ember úgy is második ember, hogy mit tudom én, ottan a politikai közegben van, nem a konkrét hatalmi szférában. De ő konkrétan és mélyen és részletekbe menően a maga cinizmusával, amiből nem lehet kigyógyulni. És ez ebben az interjúban is látszott különben, meg amit most csinál Hódmezővásárhelyen. Amit csinált a kampány idején, a Márki-Zay első kampányán, a második kampányán, amit azóta is csinál. Egyébként Lázár mindig baromi népszerűtlen volt a Fideszben, ezt azért hagytam hozzá. Volt egy idő, amikor adott a legendő, ugye, hogyha Orbán Viktor ezt tudná. Uh-huh. Ugye jellemzően az volt a mondás, hogy hát itten ezeket a gyalázatos ügyeket, amelyek itt a korrupcióval meg ezzel azzal fűnek össze, az döntően a Rogán, meg döntően a Lázár, nehogy azt higgyük, hogy noha ott sincsen nagyon sok tag, már ugye a Fideszben, és sok befolyásos ember nincsen, hiszen igazából csak egy befolyásos ember van. De azért ez a vélekedés, ez mai napig tartja magát. Itt a Lázár helyezkedik, szerintem azért ő neki, bármilyen meglepő, nem is olyan egyszerű még jelölté válnia sem. Orbán Viktor dönt arról, hogy ő jelölt lesz-e vagy nem. Kizártnak tartom, nem mintha a Libertát lényegében érinteni, hogy most a Fidesz pozícionálta a Lázárt, és akkor tűnjön úgy, mintha lenne emberarcú fideszes. Ez beleillik a Lázár eddigi játékaiba. Emlékeztek rá, hogy milyen búcsú szimfóniát csinált, mikor elment a miniszterelnök hivatalból? Bánfi Miklós a falon. Hát nem tudom, hogy kinek mit mond ez a név, de hát, hogy mondjuk Bánfi Miklós, aki azért egy, aki nem akárki volt, most ebben nem menné bele a részletekbe, tessék megnézni, de mondjuk, hogy azért Lázárnak kapcsolatban szégyenkezne valószínűleg, abban halálbiztos vagyok. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy igen, itt volt egy kísérlet, de ez mondjuk egy nála sokkal szimpatikusabbnak tűnő személyiség, most idézőjelben mondtam, meg ne értsetek félre, a Gulyás Gergelynek sem egy.
egy hivatásos cinikusnak meg végképp nem ment az ember arcú fideszes. Az meg tény, amit mondtatok, hogy itt néhányan tényleg a reményüket fejezik, hogy ja Istenem, és akkor van alternatíva. A Lázár néha bejelentkezik, meg mutogatja magát, és olyan nagyon fasz a csávó, de ő nem az, ő ezt bebizonyította. Itt nem egy világnézeti fordulatról van szó, hanem alapvető politikai jellembéli tulajdonságokon nem lehet változtatni. De nem hiszem, hogy egyetlen világnézetekről beszélhetünk. Nem, hát azt mondom. Hát Bászi Miklós, meg hát persze a show műsor, de hát szerintem azt nagyjából úgy került oda, hogy vett a lakberendező. Jó, de... szakállas férfi az 19. századi festményen. De emlékszel rá, hogy úgy vonult ki a miniszterelnök hivatalba, hogy ő a demokrata, igen, akit igen, most kihajtottak. De ezt a Sanyihoz csatlakozom, hogy azért... Én szerintem ő parkolópályán van, tehát akármit is mondotok, tehát az, hogy most ő kancellária miniszterből idézőjelben csak a teniszszövetség elnöke, azért a sok mindent elmond, és még szerintem ez... Hát nem, hogy a magyarországi fejlesztési kormánybiztos, de igen, ez sem az a dolog, amire ő vágyik szerintem. Amire ő vágyik, így van. Igen, tehát, öreg hajnaul, amikor nyugdíjba ment, miután megverték, akkor vett egy magyarországi birtokot, tajtékpipát szívott, és megtanult egy magyar káromkodást, és magyarul szitta a Habsburgok kurva anyját. Nem élt olyan sokáig, de igen. Higgyétek el, hogy itt igazából most jelen állás szerint másért nem küzdhet csak a képviselőjelöltségért. Higgyétek el. Nincs itten miniszterelnöki alternatíva, meg nem tudom micsoda. Még nincs. De nem tudja ő ezt megcsinálni. Viszont az is izgalmas, hogy egyáltalán szeretne ott képviselőjelölt lenni, mert hogyha mondjuk találtál Márki-Zay Péter indulott az abban a körzetben, azért ez egy nagy lutri, tehát hogy lehet, hogy én a helyében inkább azt mondanám, hogy... Országgyűlési képviselőnek. Hogyha esetleg ő indul, nem tudom, hát ott na vannak jó, nevek, ez még majd elválik, és hogyha ott Márki-Zay Péterrel kell az OLVK-ban megmérkőznie, szerintem Lázár inkább azért is adhatná ezt az interjút, hogy Orbán Viktor most nagyon azt gondolja, hogy inkább ne, vagy inkább. Szóval, hogy a lényeg az, hogy nagyon szerintem nem biztos, hogy akar indulni, én ezt akarom mondani. És még visszatérve arra, ez a fajta Fidesz mítosz, engem roppantul irritál, hogy Lázár János úgy beszél a Fideszről, mint majdnem az egyházról, hogy a Fidesznél csak a Fidesz lehet jobb, és mint hogyha tényleg a magyar a történelem csúcs teljesítménye lenne a Fidesz, hát Istenem, el ne hányjam magam már elnézést. Másrészt pedig ez a fajta tisztelet, hogy a negyedik vonalbeli politikus vagyok én Orbán Viktor után. Hát Isten ments, hogy valaha is olyan párt, hát jó, most igen irányítja, de hogy valaha is olyan párt irányítsa Magyarországot, ahol így beszélnek a pártelnökről. Tehát úristen számomra annyira visszatetsző és annyira antidemokratikus. De bocsánat, ez egyébként természetesen egyetértek, de hadd kanyítsam vissza a beszélgetés vonalát oda, hogy azért jelen pillanatban Orbán Viktornak a pozíció azért kicsikét gyengébbnek látszik. Nyilván ez Fideszen belül értelmezhető. Hát azért annyira nincsen jól kezelve ez a koronavírus járvány, azért egy szociális válság itt van a sarkon, azért a munkanélküliség az drámaian növekszik. Tehát azért szerintem itt van egy olyan helyzet, amit szerintem a Fidesznek kezelnie kell, és Orbán Viktort szerintem meg kell erősíteni a későbbiekben. És az a kérdés, hogy ez erre tett kísérlete, illetve ugye Orbán Viktor mindig szeret játszani, a versenyezteti a szereplőket. És az a kérdés, hogy vajon Szijjártó Péter túlságosan megerősödötte, mint egy ilyen, értem, hogy Szijjártó, hogy Lázár szerint nincs B-csapat, de hogy mégiscsak azért van egy B-csapat valahol, hogy Szijjártó Péternek az erősödése az van-e olyan nagy, és van olyan veszélyes Orbán Viktorra, hogy szükséges volt balanszírozásra behoznia Lázár Jánost, és esetleg tényleg ő ott van-e, hogy egyébként ezt Péter korábban sugallt, hogy el tudja képzelni, hogy ő tényleg ott van-e a háttérben, és tényleg arról szól, hogy kiderüljön, hogy akkor, amikor nekiáll a B-sor civakodni Viktor vezér mögött, akkor az mégiscsak más minőség, mint hogyha Viktor vezér, mint hogyha kicsit meggyengülve, de akkor is tolja a magyarok szekerét. De András, ezt én nem hallottam még, ezt a Szijjártó sztorit, ezt tőled hallom először. Ti ebben képben voltatok? Kihozzá, hogy az egyik legnépszerűbb, sőt a második legnépszerűbb politikus, meg nagyon hype-olják a Szijjártót, egyébként nem értem, hogy miért, de hype-olják. Hát közben meg megy az is, hogy most már kétszer helikopterrel hazarepült, minimum kétszer. Hát az nem fog fájdalmat okozni neki, hogyha komolyra fordul a dolog. Rogán sem helikopterről bizonyos. Sajnálom, csomó új dolgot tudtunk meg itt most, meg én egyrészt, hogy Dobrev Klára miniszterelnök jelölt, én erre nem tudtam, mert tényleg komoly. Kettő. Arra még én is tudtam. De ő egyébként... Mi az, hogy várományos, hogy kijelentjük mi, hogy várományos? Amikor az EP-t megválasztották, és akkor azt mondta, hogy nagyon nagy ambícióm van. Jó, és? De hogy egyértelmű volt, hogy annál nagyobb, hogy szóval, hogy... Na mindegy. Hát, nem jelentette ki, ebben igazad van. Csak... De nem, hát ez ugyanaz, és akkor megy ez a mítoszkergetés, ugye ez a szegény karácsonnyal is, ugye, hogy azért ő mégiscsak miniszterelnök lesz, vagy jelölt lesz.
És egyébként még ennyit, de már egyébként túl sokat is beszéltünk a Lázárról. Én azt gondolom, meg vagyok róla, hogy gondoljatok a dramaturgiájára ennek az egész szituációnak. Noha egyetértek, hogy külső szemlélő számára különösképpen lehet azt mondani, hogy hát igen, azért nehéz az Orbán helyzete, mert nehéz kihívások előtt áll. Hát igen, de azért az ő belében, politikai bizalom a Fideszen belül az repedés nélküli. Egyrészt, másrészt. Most repedés nélküli, de ez nagyon, ez a bizalom, ez nagyon könnyen illan. Jó. És akkor, amikor ha befejezhettem volna, azt is hogy 22, hozzá. Hogy 22 teljesen nyitott lesz. Kormány és Fidesz, bocsánat, kormány és ellenzék viszony rendszerében, akkor egy pillanat alatt elkezd erjedni ez a rendszer, amit azért nagyon nagy részben az ilyen, hát hogy is fogalmazzak, párkapcsolati erőszak ismét kicsikét költői képet használok, illetve az ellopott pénzt tart össze. És amikor látszik azt, hogy az erőszakkal már nem fogsz tudni menni semmire, amikor látszik azt, hogy a pénzt esetleg vissza kell adni, vagy jön valaki és elviszi a pénzt, vagy elviszi azt, aki elvitte a pénzt, akkor egy pillanat alatt ez a bizalom meg fog tudni recseni, és szerintem ennek a határán vagyunk. Figyelj, egyrészt még ehhez a dologhoz az is hozzátartozik, hogy abszolút meggyőződésük itt különösképpen a Fidesz szavazóknak, hogy Orbán nélkül szét fog hullani a rendszer. Az, amit te mondasz, az a késő Kádár korszak. És Orbán... Ezt tudod, melyik játék? Ez a Putyin-Medvegyev játék. Az a kérdés, amikor... De van. A Szijjártó. Az a kérdés, hogyha Orbán meg fog annyira gyengülni, hogy vele nem lesz győzelem, és potenciálisan benne, hogy nem lesz győzelem, akkor elő fogja venni Szijjártót, vagy Lázárt, de inkább Szijjártót, és el fogják-e játszani a Putyin-Medvegyev medvetáncot, vagy nem fogják eljátszani. Szerintem ez a fundamentális kérdés. Csomó figurára gondoltuk, hogy majd ő lesz a Medvegyev, hiszen eleve kicsit a valószínűtlennek tűnt, hogy ezt a monolit hatalmat... Igen, de most biztos, hogy nem lesz kétharmad. Tehát most fundamentálisan más a helyzet. Lesz a kétharmad. Az a lényeg, hogy ezeknek alapvetően nincs olyan Medvegyevük, és nem is lehet szerintem a rendszerből fakadóan, aki valódi Medvegyev. Lehet ezt csinálni. Egyébként, az lesz a Medvegyev, akire Viktor rámutat, hogy ő lesz a Medvegyev. Hogy ki lesz a Medvegyev, de akkor tegyük át másként, hogyha mondjuk Orbán Viktor aortája holnap, ne adj Isten, eltömődik, és a miniszterelnök úr eltávozik közülünk, akkor ki lesz a Fidesz vezetője? Szerintem fut mindenki majd, amire lát, nincs erre kész válaszuk. Nekünk sincs, meg nekik sincs. Figyeljetek, az az igazság persze, hogy ez a verzió mondjuk például úgy létezhetne, csak nem egy ilyen politikai, hogy mondjam, győzelmi esély megfontolásból, hanem egy újraosztott hatalom megosztás összefüggésében. Annak idején a választási győzelmünk után rögtön ugye két jeles alkotmánybíró arról regélt, hogy újra kell gondolni a köztársasági elnöki hivatalt, majd nagyobb politikai mozgásteret kell adni a miniszterelnöknek. Emlékeztek rá, ez a Figyelőben, akkor még akkori Figyelőben jelent meg ugye Pokor Béla és Tumf András tollából egymás után, néhány nap, egy hét eltöréssel. Ez az egyik dolog, persze lehet egy olyat csinálni, és egyébként most Áder hamarosan eltűnik a bal fel. Énként megyelő megvan a kétharmaduk. Ha a kétharmad ezért volt nagyon fontos, akkor mondjuk akár ezért lehetett is volna fontos, hogy egy megerősített köztársasági elnöki pozíció esetén persze, hogy ki lesz a Medvegyev Magyarországon? Hát nyilván egy olyan politikai képességű és intellektusú személy, mint a Szijjártó, és nem olyan, mint a Lázár. Azért az Áder már eltűnt egy ideje. De el fog tűnni, mert őt nem lehet újra választani. Nem eltűnik a bal felé, én marha rég nem láttam. De most, Péter, de most komolyan mondom, hát közjogi értelemben, tehát üres lesz a köztársasági elnök. Közjogi értelemben nem látok. Nem, úgy... Lejár a mandátuma! Lejár, igen, tehát Ádert nem lehet újra választani. Orbánt újra lehet választani még, de Ádert már többször nem lehet újra választani. Tehát mindenképpen új ember jön Áder helyébe. Pillanat. És nyilván felmerül a kérdés, hogy akkor a Putyin-Medvegyev táncba ez belekerül-e ez a történet. Na de úgy! Tehát az Ádernek valóban, nem az Áder, ez egy erős elnöki hatalom kell, egy elnöki rendszert kell kialakítani, hogy megtehetik. Hát arra még van egy-két hónap. Minden további nélkül tudnak, de mondjuk az Áder izé, hogy mondja, mi a franc az Áder. Hát tudom, hogy köztársasági elnök, de mi használják ilyen díszítményt. Ceremoniális szerint.
az autóaltának végén ez a kis fityegő, ami az elmondja, hogy az ember hova tartozik, tehát az nem egy megfelelő. De simán újra konstruálhatják az alkotmányt, és simán újra építhetik, vagy egy új státuszt adhatnak a köztársaság elnökének, ráadásul egyébként meg is lehet választani 9 évre, akár. Egyébként ezt én nem tartom túlságosan valószínű szenáriónak, azt viszont igen, hogy mondjam, tehát számoljunk egy kicsikét. Ugye az ellenzék összefog, már pedig teljesen egyértelmű, teljesen egyértelmű, hogy az ellenzék össze fog fogni, ez most már 99%, akkor lényegében én most itt, nem tudom, leütöm az asztalt, és mondom azt, hogy kétharmada nem tud lenni a Fidesznek. Mert csak az, hogy összefogott az ellenzék, az önmagában hoz 5-6-7-10 mandátumot legalább. És ugye eddig is csak 1-2 mandátummal volt kétharmada a Fidesznek a számukra legjobb esetben is. Így az a kérdés, hogy 120 vagy 110 mandátum körül van-e a Fidesznek a legjobb esetben a támogatottsága. Szerintem ez már önmagában érepedés a Fideszen belül, mert nem csinálhatnak meg bármit. Hogyha 110 körülre jön a mandátum szám, ami egyébként tök könnyen levezethető a mai pártpreferenciás adatokból, meg az ellenzék, meg a Fidesz támogatottsága adatokból, akkor már ez a második repedés, mert az már egy nagyon kicsi többségnek számít, amit adott esetben cikluson belül, hogyha van valami dezertáció, meg egyébek, akkor azt meg is lehet burítani, mert hogy azért nem tudjuk, mi fog történni a ciklusban. Hogyha még ennél is szorosabb a történet, már pedig jelen pillanatban zárul az olló a két szereplő között, a mi méréseink szerint 3%-on belül van a két oldal közt a különbség, és azt értem, hogy egyébként az ellenzéknek 2-3%-ponttal többel kell nyerni, hogy döntetlen az eredmény mindenféle választás technikai okokból kifolyólag, de ez már egy nagyon zárt olló, itt már 110-en belül van, mai számok alapján 110-en belül van, 110-90-en belül van az ellenzék kormánypárt megosztása, ez egy újabb törés a Fideszen belül. Na akkor, hogyha te vagy az Orbán Viktor, és meg akarod őrizni legalább azt az egység, ami eddig meg volt őrizve, vagy annál egy kicsivel kevesebbet, akkor mit lépsz, és akkor szerintem abszolút felmerül ez a szenárió, hogy oké, akkor beáldozzuk a Putyint, és odarakunk hozzá egy Medvegyevet, de nyilván ez csak találgatás részemre, mert nem ülök ott azokon a beszélgetéseken, mert nem veszek részt azokon a gondolkodásokon. Ha már elkanyarodtottok ebbe az irányba, pedig itt még lett volna nekem egy mondat, ezt engedjétek meg nekem. Mert azért sokat elárul Lázár János erkölcsi érzékéről. A következő mondat hagyta el a száját. Megdöbbentő magyar mentalitás probléma, hogy amikor a Strabagnak és társainak 600 milliárd forint volt az árbevétele, a senkinek nem fájt. És megdöbbentő magyar mentalitás probléma. De bizzeg, amikor Szíj László és Mészáros Lőrinc utat épít, az igen. Tehát, hogyha ők loptak, ha az nem fájt, akkor az most miért fáj, hogy mi lopunk? Ez üzeni a társadalom egyik felének, mert egyébként a másik felének fájt a Strabag is. Tehát... És a cikk vége azzal zárul, hogy a Strabag építi a Trendrét ott Hódmezővásárhely Szeged között, tehát egy szép történet. De hát ez is ugyanolyan csúsztatása a valóságnak, mint amivel kezdtük, amit kiemeltem, persze. És amit egy újságírónak, csak hát valószínűleg tényleg az, hogy hát a Lázár János, hát nem most kéne vele froclizni, hát akkor most engedjük őt kibontakozni, aztán majd lesz belőle valami, nem tudott. Tényleg visszakérdezni, hogy azért apám már, ne haragudj, de hogy mit képzelsz komolyan, hogy itt nem arról van szó, hogy a szegény Mészáros Lőrinctől sajnáljuk, hanem ez a tiétek, a párt kapja a közvagyont, tehát ez a gyalázat is. Szóval, na jó, hát ez lehet, ez az alternatív tény. Jó, szóval folytatva, amit Sanyi meg András elkezdtek, hogy esetleg mi lesz 2020 felé közeledve, vagy esetleg utána. Ugye itt nekem azt írta ide a Zsombor, hogy a Fidesz elengedte Budapestet kérdésgyanánt, ugye hát ez arra is vonatkozik, hogy most már csak Gulyás Gergely, ugye? Akkor Varga Mihály, és ki a harmadik? Kocsis Máté. Kocsis Máté sem lesz képviselő jelölt. Hát ez ugye, tehát az önkormányzati választás eredményéből ez lekövetkeztethető, sőt az EP választás eredményéből kiszámolható volt, hogy Budapesten maximum egy keletet tud nyerni, 17. keletet egyébként ott volt a legszorosabb a verseny. A budai keleteket is el fogja veszteni a Fidesz, hogyha így mennek tovább a dolgok, és az ellenzék összefog, nyilván ezt hozzá kell tenni. Így aztán persze elengedte Budapest, de szerintem nem úgy engedte, hogy sokan képzelik, hogy most Budapest nem fog hangsúlyt tenni, és nem fog keményen kampányolni, mert nagyon keményen fog kampányolni, csak tudja, hogy el fogja veszteni, de okos és matekozik, és tudja, hogy nem mindegy, hogy mennyivel veszti el. És ez a kérdés, hogy mennyi töredék szavazat fog ide-oda ugrálni, mert azért mégiscsak
mondjuk Budapest tekintetében 100 000-es nagyságrendű töredékszavazatokról is adott esetben beszélhetünk, hogyha túl nagy lesz a különbség, és azt nem engedheti meg magának, mert tudja, hogy nagyon szoros lesz a meccs, hogy ezt egyébként a korábban. Mert hogy azok összeadódnak. Mert azok összeadódnak, és ugye ez nagy kérdés, amikor egy összes kompenzációt megtartja, mert hirtelen, amikor szoros lett a verseny, akkor a összes kompenzáció már neki nem érdeke, mert hogyha kicsi a különbség, akkor nagyon keveset számít, amikor nagy a különbség, akkor könnyen csinál kétharmadot. De mivel szoros a verseny, ezért nem számít, simán lehet, hogy le fogja venni egy összes kompenzációs mandátumokat, és ezzel is ezt akarom mondani. Mi van, hogy ugye mindent mérnek, utolsó pillanatban is. Mit szóltok az, hogy fél évvel előtte megváltoztatják? Hát ezt egy évvel előtte, fél évvel előtte nem lehet, mert van alkotni benne, hogy fél évvel előtte nem lehet változási törvényt módosítani, de hogy mondjuk egy évvel előtte, ez abszolút benne lehet. Sőt, azt tudjuk, és halljuk, hogy járják az OLVK-kat, vagy a választókerületeket, és nézik, hogy milyen települést hova lehet, hogyan lehet faragni, megyeszékhelyekhez hozzátenni falvakat, ugye megyeszékhelyeken bukhatnak újra leginkább. Újra folyik a kis gerrymandering, a határtologatás. Ugye, ahol nekik ez a legnagyobb veszély, az Budapest és Pest megye. Itt szerintem összesen egy, maximum kettő választókerületet tudnak nyerni, mert Budapest 17-et, azt oda kell adni valamit Pest megyeihez, és hogy Monor környéken, meg Lépes környéken, ott úgy tudnak úgy esetleg varázsolni, hogy ott legyen nekik még egy plusz. Igen. De egyébként más nem tudnak csinálni Pest megyében. Vidéken is tudnak mondjuk 2-3 maximum varázsolni, vannak olyan vidéki billegű megyeszékhelyek, ahol, hogyha hozzácsapnak 4-5 falut, akkor az esetleg el tud billenni. Tehát ezzel a gerrymandering újrajzolással mondjuk 2, jó esetben 3 OLVK-t tudnak nyerni, sokkal többet nem. Néhány felmerül a kérdés, hogy ezzel egyébként nekik meg fogja majd érni az ezzel együtt járó felháborodás hullámat. Ez nem fogja kioltani egymást a kettő. Azért az, hogy elengedték volna Budapestet, azt semmiképpen sem állítom, hiszen az nem véletlen, és ez egy lényeges dolog, hogy igyekszik a kormány úgy föllépni, hogy ő a fejlesztő Budapesten. Tehát ezek a döntések, amelyek itt látszólag kizárólag presztízs okokból vezethetők le, meg hogy dzsihád van, ahogy Orbán mondta. Nem csak ezért van, hanem azért is, hogy megjelenjen a fővárosban, mint olyan, mert azért nem lehet leengedni egy vagy 2 milliós város. Nem, mert hogy mi jelenzék falvakban. Igen. Ez az egyik dolog. A másik, amúgy egyébként ez eléggé szokatlan. Majd ki fog derülni persze, hogy ez mit jelent, az, hogy és azért az, hogy van félelem a Fideszben, sok olyan pont van, ami igazolja ezt. Ezt igazolja szerintem részben persze, mert semmi sem faktum, az, hogy ezek az személyek nem indulnak egyéni választókerületben. Ez, ha úgy tetszik, a személy szerinti félelmük. Ilyet én még, amióta kéttágú vagyok, nem hallottam. Az, hogy a miniszterelnök jelölt nem indul egyéni választókörzetbe, Zakson. Neki kampányolni kell az országban. Így van, és Orbaszájban. Akármennyire is erős Fidesz, vidéken a Fidesz, azért nem állítanám, hogy Füzesabonytól Zalaszentgrótig úgy nagyon tudják, hogy ki az a Kocsis Máté és a többi. Ezek azért helyezkedés, belső pozíciószerzések, és legyen tuti a helyem a parlamentben. Ezek az emberek tutiben vannak a parlamentben. Úgyhogy tőlük nem szabadulunk. Gyurára Sugár Gombarga, ami rajta lesz, vagy rajta volt múltkor a listás lapon, mert hogy az 5. helyre jutottak a Fidesz listán, tehát ő még lehet, hogy szerepelni is fog, de hogy azért nagyon fontos üzenete van, és szerintem nem csak Budapestre hathat ki egy ilyen visszahívás, és tényleg nem mernek elindulni, mert ráadásul az is nagyon vicces, ahogy Füriyes Balázs lett kiszemelve Gulyás Gergely helyére, és Füriyes Balázs nem azt mondja, hogy el vagyok alélva ettől a megtiszteltetettségtől, hanem inkább azt mondja, hogy hát ha a feleségem megtiltja, hogy elinduljak, mert szerintem ő se szeretne egy ilyen totál bukásra volt neki. Képviselőjelölti helyről beszélsz. Igen, az egyik 12. kerület, nem tudom, hanyadik választókerület. Egyébként, hogyha nem az első 5 helyre kerülnek, akkor még lehetnek, ott lehet pofára esés különben. Tehát ezeknek az uraknak ez azért egy kockázat. Tehát pofára lehet esni, mert előállhat egy olyan helyzet, hogy szinte nem is jut be senki a listáról. Mert nyilván nem úgy fog felállni a lista. Gondolom, hogy ez nem a lista éle. Persze. De a bejutó hely, mit tudom én, az első 20 vagy nem tudom mi, de ott pofára is lehet esni. Egyébként érdekes, hogy ezt így interpretálod, mert bennem ez fel sem merült, hogy ezt az egyéni emberek kérték maguknak, hogy nem akarnak indulni. Hát nem nyilván... kérték, hát ez lobbizás, helyeskedés. Igen, persze értem, de hogy ez fel sem merült bennem, azt hittem, hogy jaj, az embereinket meg kell védeni. Hát majd, hogyha egy nagy párt élén fogsz randalírozni, és majd a jelölti helyeken, meg a lista helyeken fogsz küzdeni. Mint a Sanyi randalírozott. De hogy én csak annyit akarnék hozzátenni vidékre kitekintve, hogy azért érdekes, fontos üzenete van egy ilyen visszahívásnak, meg nem merünk elindulninak, mert pont az, hogy most láttuk a Borsod 6-ban is, hogy a
bezsarolt, és nem feltétlenül Fidesz-párti, esetlegesen tényleg független polgármesterek falvakat irányítanak, akik azért állnak a Fidesz mellé, mert félnek, vagy mert oda dörgölőznek a hatalomhoz, hogyha ezek a polgármesterek megneszelik 22 környékén, hogy lehet, hogy nem attól függ a sorsom, hogyha én a fideszes jelölthöz dörgölőzöm, az döntő jelentőségű lehet, és amikor ezek az ilyen kis repedések ebben okozhatnak nagyon fontos és akár hirtelen jövő csúszamlást. Hát, hogyha lesz egy repedés, az biztos, hogy hirtelen fog csúszamlani. Mi van? Ja, semmi, megmondom, hogy én vidéki vagyok, és kevés érdektelenebb témától kell képzelni, mint hogy most kiket léptet vissza a Fidesz, az, hogy másfél év múlva. De hát ez a téma. Értem, csak hát ez nem tudom hozzászólni. Mondjak okosakat. Én is vidéki vagyok. Egyedül a Sanyi belpesti. A fasz. Az is hülye vagy. Még vidékiek. Hogyha egy paraszt vagyok, maradjál már. De most 10 év laksz Budapesten. Hát most egyébként meg nem. Megint. Megint nem? Megint nem. Szóval ebben a médiaterrorban, amit itt a Fidesz kialakított Magyarországon, elképesztően nehéz helyzetben... Bocsánat, kérlek. Turáni Taurid vagyok, jó? Jó. Ha már... Majd ha mutatod a szitja vonalat... Bocsika. Nem, a szitja, az kutyafasza a Turáni Taurid, hazad, én nézzél utána. Én még jász vagyok, az még menő. Ti meg jászak nem magyarok, jászak iráni eredetű. Hát ő persák vagyok. Na. Szerintem vagyok az egyes rendes zalai csávó, aki azért... Még egy szitja. Kőbányai szitja. Szóval nehéz helyzetben vannak az ellenzéki pártok, hogyha ki akarnak tűnni, hogyha akarnak valamilyen szerepet is szerezni maguknak a médiában, még akkor is, hogyha az borítékolhatóan negatív szerep lesz. Ezért kénytelenek arra, hogy a parlamentben különböző performanszokat találjanak ki, úgy, mint asztalfoglalás, úgy, mint a Szabó Tímeájé különféle molinói, még akkor is, hogyha Kövér elképesztő sok gusztustalanul sok pénzre büntette őket meg sokszor. Most Jakab Péternek volt egy ilyen performansza, ugye bizonyítható, hogy szerencsén krumplival szereztek pozitív Fidesz szavazatokat, ezért bevitt egy nagy zsák krumplit, hogy átadja a miniszterelnöknek. De Orbán háta mögötti Kumbéla, nem tudom, mert Balla képviselő úr, úgy néz ki, mint Kumbéla, nézzétek meg. Én itt kell szoktam Kumbéla képét nézegetni, hogy ez nem ugrott belsőre. Ő ugrott először oda, meg Kocsis Máté, megakadályozták Jakabot abban, hogy átadja a krumplit. Hogy látjátok ezt a fajta, most nem csak a Jakabra gondolok, hanem a többire is. Sokszor úgy tűnik, hogy ízléstelen, ugye Hadházinak volt egy nagyon ízléstelen molinója. Nagyon jól indult, de aztán jól indult, és aztán elszúrta. Igen. Szóval hogy látjátok ezeket a performanszokat? Az a molinója nem volt ízléstelen, az lényeg teljesen a tudtam azonosul. Ezt marhára nem tudok, mert ez... Tök mindegy, hogy mit csinál a Jakab, ez a krumplizás, ez a rohadt áldozathibáztatás már megint. Tehát csináljunk úgy, mintha azok lennének a felelősek ezért a szar rendszerért, akinek tényleg nincs már más, mint hogy meg lehet venni 30 kg krumplira a szavazatát, mert egyébként lófasz sem kap 30 kg krumplit sem. Amúgy meg, hogyha tehát ez szerintem azért ez a Jobbiknál egyben burkolt cigányozás is, szerintem, simán, mert hát ugye ez ki az, aki krumpliért adja meg, bazd megye meg, mit tudom én, jó, nem... nagyon sokan így értik azért, ebbe egyezzünk meg. Ezt mert először hallom most. A másik fele pedig az, hogy az Orbán Viktornak lett volna egy csőbb humorérzéke, mint ahogy nem volt a Hadházi idején sem, akkor Sanyi elmondta, hogy mit kellett volna csinálni. Orbán Viktor most azt mondta volna, hogy fogja a krumplit, azt mondja, köszönöm szépen, főzök belőle egy jó paprikás krumplit, majd elviszi. Ő jelentett volna ki győztesen az egészben. Hát szerencsére Orbán Viktornak mindenre van, csak humorérzéke. Egyébként a legfontosabb tanulság talán az, hogy Balla képviselő úr szerintem fentebb kerül a képzeletbeli listán, mert hát meg akarta védeni a főnököt, viszont visszatérve, egyébként a krumplizás abban benne van, nem feltétlen cigányozás, de hogy a szegény, tehát az tényleg az áldozathibáztatás. Viszont az, hogyha Orbán Viktor cidom ezért, az nem feltétlenül az, hanem az, hogy ti lealjasodtok, tehát hogy az elvileg azért a hatalom kritikája most éppen pont a főfelelősöké, az egy másik kérdés, hogy ez a legnívósabb módja az ellenzéki politikának, hát ez stílus kérdés, igen. Az a helyzet, hogy az egész azért rettenetesen groteszk, mert 1990 óta folyik a krumplizás. Mindenki krumplizott. És ennek egyébként az ős forrása, az eredeti az MDF piac. Orbán Viktor személy szerint egyébként, ugye ő ezzel támadta annak idején Zacsek Gyulát, amikor az én választó körzetemben, ott későbbiekben ugye megvertem, hogy krumplival vette meg a szavazókat. Tehát ezt a krumpli ügyet,
egyszerűen a számra sem merném venni, tehát csak felhívom a figyelmét azoknak, akik ezt MSZP-s találmánynak gondolják, az MSZP-nek ez semmi köze nem volt, az MDF piaccal kezdődött az egész história, hogy krumplival, káposztával, meg nem tudom, micsoda. De az MDF piacnak a Magyar Demokrata Fórumhoz valami kevés köze volt eredetileg? Hát, de ez, jó, de az megvette a brendet. Igen, megvetted az MDF eredetileg, amikor csinálták, akkor ez a Market Democracy Foundation nevű nem alapítványnak a cucca volt, és aztán az MDF meg egy, né, de nekem volt, a bútorlapot vették volna meg, akkor most arra gondolnánk, hogy ez egy Antal József jelenség. Na minden esetre, tehát ezt a krumpli ügyet el kéne felejteni a francban, mert mindenki... Tudjuk elfelejteni. Bár mit? Ezt a mostani? Nem. A krumplis ügyet. Tehát, hogyha az ellenzék, és egyetértek azzal, amit mondasz, ez egy adottság, ez egy helyzet, és ez ilyen is volt. De azt azért látjuk, hogy ezt azért a tökélyre mégiscsak a Fidesz fejlesztette. Jó. És hogyha az ellenzék nyerni akar 22-ben, már pedig vannak erre utaló jelek kivételesen, akkor ezzel együtt kell nyernie. És úgy kell nyernie, hogy tudja, hogy a Fidesz mindenkit meg fog krumplizni, akit meg lehet krumplizni, aki hagyja magát, meg krumplizni meg azt is, aki nem. De az ellenzéknek erre figyelemmel kell lennie. Egyébként vannak erre nagyon jó technikák, a pécsi időközi önkormányzati választást szeretném itt példaként hozni, ahol videókamerákkal futkoztak az ellenzéki aktivisták, olyannyira, hogy egyébként meg is verték őket, meg az ATV odahívott kameráját is megverték azok, akik krumpiztak, mert hát ugye nem ez volt, az volt a feladat, hogy bizony a krumpizás véghez kell vinni. Szóval az ellenzéknek ezek tisztában kell lennie, hogy a krumpizás volt, van és lesz, sokkal jobban lesz, mint korábban volt, és azaz még 1-2-3%-ot hozzá kell adni a végén a történetben, nagyjából ennyi számít a krumpizás. Na szóval, hogy ha befejezhetem 20 kiló volna... 100 kiló krumpli, és végre legalább jól laknak választás, akkor az emberek, ha mindenki krumplival akar őket lekenyerezni, hogy képzavar legyek, egyébként meg kár. De a Fidesznek van több pénze, tehát a Fidesz az, aki rá tud ígérni, neki van a legtöbb pénze a krumplizásra. Jó, hát azért előbb krumpli mennyiség is maximalizálod, hogy nem lehet, hogy minden választó 10 000 kiló krumplit kapjon, mert tudja hova az a vinni, és akkor felmerül a következő. Akkor tessék nekik lakásokat, meg házakat osztani, és tulajdonképpen akkor választások körül lehet, hogy megoldhatjuk Magyarország minden legalábbis a szegénység problémáját, mert annyira el kell árasztani a választókat mindenféle földi javakkal, hogy milyen kurva jó lesz. Ha befejezhettem volna, amit elkezdtem, akkor azt tettem volna hozzá, abban az értelemben természetesen, gondolom, hogy a politikának érdemes a saját hitelét építgetni, tehát így elfelejteni. Tehát nekiállni krumplizni egyébként krumpliosztóknak, ez gáz. Én azt gondolom, és ez hosszú táv, meg egyáltalán. Groteszké, nevetségessé válik maga egyébként a gesztus is, mert ha nem krumplizott volna az ellenzék, akár még mostanában is időközi választásokon, akkor nem lenne ennek az egésznek valami. Tényleg abszurd jellege, ez az egyik dolog. A másik, amit szeretnék azért aláhúzni, amire te most utaltál. Szóval azért elmegy mindenki a izébe. Vannak, igen, ma ebben az országban olyan emberek, akik olyan elképesztően szorult helyzetben vannak, hogy egy zsák krumpliért megvehető adott esetben a szavazatuk, én abban semmi kifogásolni valót nem látok. De az égvilágon semmit. Akkor, amikor egy kiló krumpli több ezer forint, ugye mert elég nagy, azért mondok egy komolyabb számot, van, ahol 4000 forint például egy kiló krumpli. Igen. És nem csak izében. Egy tehát, kiló krumplis. Igen. Most nagyot mondtál. Te tudod, hát az, hogy én vásárolok, hagyjál már. Jó, hát nyilván nem a, hogy hívják. Igen, ez az új krumpli, és azért csak... Fókuszáljuk a lényegre. Milyen szettek aranyröggel. Hát Sanyikám, járjál. Járok, Sanyi. Én nem látszik rajtad őszintén szóval. Főzök minden nap, Sanyi. Jó, hát az lehet, és nagyon komoly bevásárló. 3-400 forint között. Nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg. Igen. Szeretünk, Sándor. Tehát a lényegnek... Ki vagyok el a vízből. Na szóval azt akarom mondani, hogy ha vannak ilyen emberek, akkor én ezt semmilyen módon nem ítélném meg erkölcsileg, mondjuk politikusi attitűdben, meg egyáltalán. Tehát igen. Ha ez van, egyébként roppant egyszerű a dolog, és ezért nem hívom ezeket az intézményeket valójában házi használatra a lelkem mélyén mondjuk pártnak. Mert mondjuk azok a pártok, amelyek mondjuk a szociális érdekeket is most sorolhatnám, szakszert, stb. Azoknak egyébként illene
esetleg mondjuk nem csak a választásokon krumplit osztani. Bármennyire is forrás kell, én tudom, én csináltam pártot, nekem most nem magyarázd el, hogy erre nincs nem pénzük. Nem azt fogom elmagyarázni. Erre nekem nem magyarázd el. Nem, te azt mondod, hogy rendben van a krumpli. Elfogadójától tulajdonképpen. A krumpli elfogadójától rendben van. Senki nem vitatkozik. Ne hagyd rendben, de nem választ. Figyelj, itt a dramaturgia, bocsáss meg, itt tényleg nincs a dramaturgiának, pedig ez egy őrült jelentőségű dolga, mint ahogy a Gyurcsány összödi beszédén, és nem akarom idézni, hogy nem mindegy, hogy valamit mikor mondasz el például, kurvára nem mindegy. Így például az sem mindegy, hogy mikor osztogatsz krumplit. Csak a választások előtt osztogatod-e, bár az is rendben van, ha ő elfogad, meg szerencsétlenek oda kell menni, de mi lenne, ha azzal foglalkoznának egyebek, mert itt a krumpli osztogató tagozata lenne mondjuk két választás között a szocialista pártnak. Egy speciál, én pont most pont most láttam azt, hogy a 18. kerületben a Kunhalmi Ágnes minden évben oszt krumplit, nem csak a választáskor, az Kunhalmi Ágnes, illetve ott nagyon rendben van. Hát minden, de bocsánat, csak egy dolog, hogy erre, hogy hadd rájek, mert szerintem fontos dolog, és egyetértve azzal, hogy nagyon sokan vannak ebben a helyzetben áldozati szerepben, és annyira rossz helyzetben, hogy ha valaki odaad egy kiló krumplit, akkor az annak ott van helye. De ez politika. Ez direkt így van csinálva, hogy minél többen legyenek, akik ennyire kiszolgáltatottak legyenek. És ez a dolognak a kulcsa, hogy ez cél, hogy nagyon sok legyenek ilyen kiszolgáltatott helyzetben, hogy nagyon sokat lehessen akár egy, vagy két, vagy öt kiló krumplival megvásárolni, és a dologban ez az igazán bosszantó, és ez az, amiben szemben egyébként ellenzékben hát nagyon keveset lehet tenni, mert igen, itt jön az a kérdés, hogy ha az a cél, hogy mindenkinek krumplit kell osztani, akkor azt te, mint magánember, te, mint párt nem fogod tudni megoldani. Viszont lehet olyan politikát folytatni, eleve a politikát nem csak arra leszűkíteni, hogy vicces dolgokat csinálunk a parlamentben, és krumplit viszünk Orbán Viktornak, hanem mondjuk a politika nem arról szólna, hogy mi mások vagyunk, nem, és Orbán egy G, hanem szóljon arról is, hogy és mi lesz a szegényekkel, ha mi hatalomra jutunk, mit gondolunk például a cigányságról, mit gondolunk ezekről, mit gondolunk azokról az emberekről, akikből most egyébként mondom, szerintem egyértelműen gúnytűzünk, akik kénytelenek adott esetben, mint te 20-10-30 kiló krumplire, ami a szavazat. És ennek ezt adnám meg a politikai pártoknak a krumpli osztás, gyerekek. Nem politikai pártok. Akkor laptopot fognak osztani. De ennek lesz az a vége, hogy a legkiszolgáltatottabb falvakban lesz a legmagasabb a Fidesznek a támogatottsága. Persze. Mert ők be vannak szorítva. És en, na, de ez így is van. Olyan emberekről van szó, akik kurvára mindegy, és ezt alapvetően tudják, kurvára mindegy, hogy Fidesz, MSZP, DK, Jobbik, nekik krumplira van szükségük, mert rohadt éhesek. Ez nem érinti őket, amiről... Hadd mondjam már végig. Nem érinti őket, amiről mi beszélünk, mert nekik szar volt Kádár alatt, szar volt Antal alatt, szar volt Horn Gyula alatt, szar volt Orbán Viktor jött a Horn Gyula alatt, az összes szalad. Szóval nem érdekli őket. Igen. Ha velük nem tud kezdeni semmit egy politikus, egy politika, akkor ne gúnyolódjon legalább rajtuk. Akkor valóban menjen oda a választás után, következő napon, miután elvesztette a választást, mondjuk adott esetben az ő jelöltje, és mondja azt, hogy te sokáig hoztam krumplit, mert tudom, hogy nektek szar, én egy őszinte ember vagyok, itt a krumpli. Most aztán igazán nem vádolhat azzal senki, hogy a szavazatotokra hajtok. Csinálja ezt, és erre azt mondom, hogy oké, ez egy gesztus, politikai gesztus, ez is, de egy gesztus. Péter, csak, hogy itt arról van szó, hogy ha nem a cigány sorra megy oda Jakab Péter, és dobja meg őket krumplival, hogy miért pusztuljatok, hogy eladtátok a szavazatotokat egy krumpliért, hanem Orbán Viktornak adja, és szerintem pontosan erre világít rá, hogy ők, akik 10 éve kétharmaddal kormányoznak, sok mindent tehettek volna ezzel az országgal, és nem. Direkt nyitják az ollót, és hagyják, hogy azok ilyen sorba jussanak, és ez a krumplizás erről szól inkább, nem muszáj ezt félreérteni, és én például boldogan használnám, csináltak ilyen mémet, hogy a Fidesz logót átírták arra, hogy krumplira. Igenis, mert ők tényleg ez a Fidesz, ahelyett felemelni, hogy tényleg polgári Magyarországot építene, meg középosztályt erősítene, ehelyett ezt csinálja, és ez gyalázat, és erre mondjuk rá kell mutatni. De ez nem az hazugság, mert a Fidesz még valójában krumplit sem ad, hiszen a krumplit is csak a választások körül ad, tehát még ez is tévedés, hogy krumplit ad. Hát ezzel vágját a választókat. Nem azért mondom, hogy átírhatjuk arra, hogy krumplitra, meg átírhattuk arra, hogy 4 kerék, meg 5 gyerek, meg 6 lakás, meg minden szarra átírhatjuk, mint ahogy a kádári szocializmus is átírták arra, hogy frigider,
De ez nem igaz. Alapvetően ez nem igaz. Ez a rendszer egyébként, ahogy szeretné magát látni, a földes úr, aki pityókát oszt a népnek. De tudod, az lófaszt osztanak, nem pityókát. De itt nem érti a politikai elit, hogy... Itt nem érti a politikai elit azt például, hogy miért nem ütnek át az üzenetei. Tehát most akármit akarsz bizonyogatni ezzel, vagy akarta Jakab Péter, az a helyzet, hogy a nép meg mondjuk azért 4 évent azt konstatálja, meg időközi választásokon, hogy mindenki osztja a krumplit. Ezért aztán nem nagyon értik ezt az egészet, ami most ezzel a cirkusszal kapcsolatban van. Ez az egyik dolog. A másik dolog, gyerekek, tényleg komolyan mondom, milyen párt az, amelyik nem politikai párt? Egy, tehát ezt a jelzőszerkezetet nem értem, nekem ez kínai, annál is inkább is azzal összefüggésben, hogy ma pártoknak megkírta. Sanyi. Igen, oké, és akkor csinálok egy civil szervezetet, hogy tényleg majd a szólyosztogatja a krumplit. A negyedik pedig az nem kiskapu, ez akkora kapu öregem, mint az ólajtó. A következő pedig az, hogy hát figyeljetek ide. Én azért azt gondolom, hogy mondjuk mi lenne, mert a krumplival összefüggésben ez nagyon valóságos, hogyha jársz vásárolni piacra, akkor konstatálod, hogy mi zajlik a húspiacon az utóbbi hónapokban? A húskereskedelemben, meg az árakban, meg hogy milyen hús az, ami izé? Hogy mesterségesen gerjeszti, generálja adott esetben az állam és annak csatolt részei és, hogy is mondjam, érdekkörei, hogy import hús jöjjön Magyarországon, ez olcsó. Ha úgy tetszik, bármilyen hülyén is hangzik, amit mondok, miután üres a háztartás, üres a kassa. Amúgy meg egyébként a támogatási rendszer az agráriumban és az állattartásban olyan, amilyen. Az elé a kihívás elé került a magyar kormány és jelenállás szerint még egyetlen ellenzéki politikus sem hallottam. Fölvesse azt a problémát, hogy miután tönkre lett téve a magyar agrárium, most kénytelen, ha nem akar megbukni, importálni a húst, mert akkor tudja csak olcsón adni a piacon. Tetszik érteni? Értem, persze. Úgyhogy azért ez nem... Igen, erről szól az élet, hogy tudjon az ember krumplit venni, meg húst venni. Nincs ebben több szerintem. Sajnos. Meg sört. Meg pálinkát. Varga Zsé Andrást megválasztották. Minden szakmai szervezet véleménye nem számított. Ez rossz mondat volt, egyiké sem számított, és hát ezt sokan úgy értékelik, mint további lépés a diktatúrától távolodva, illetve a demokráciától távolodva. Hát ezért ekkor válik igazán bosszantóvá, amikor ideig jutottam a felkészülésben a mai műsorra, hogy igen, Lázár Jánost megénekeljük, hogy micsoda emberarcú fideszes, aztán közben meg ezt csinálja a Fidesz, tehát hogy és akkor a Fidesznél csak a Fidesz lehet jobb, és majd a Fidesz majd 2022-től elkezdi kijavítani a hibákat. A javítja a fenéket, vagy ha század vég azt méri neki, akkor lehet, hogy valamit csinál, de hogy gyalázat, ahogy olvastam ezt a cikket, és maga az, hogy a jogfejlődésünk, hogy ott még számít valamit, hogy ott van, a bírók véleményeznek is óvatosan, csak amit nekik szabad, azt mondják el, és beléjük is beleszáll a Vejkei Imre, aki volt pártársam, volt szégyellem magam, undorító. A magyar államban és a magyar történelemben annyira fontos az alkotmányos kultúra, és az, hogy akár főleg a 48-as szabadságharcnál milyen nagy jelentősége volt, és a mi nemzeti identitásunkban ez mennyire hangsúlyos, és amit ők nemzeti politika révén, vagy az kultúrával, meg a joggal gyalázat, szégyellem magam, és ezt hogyan fogjuk tudni egyszer orvosolni, hogyan lesz tényleg egyszer demokratikus kultúra Magyarországon, nem tudom, hogy hogyan törlesztjük majd ezt az adósságot. Fáj a szívem, és nem tudom, mit lehet tenni. Kalibula konzulnak neveztek ki a lovát, ugye visszaemlékezések szerint semmivel nem volt rosszabb konzul a többinél, tehát így persze ez teljesen általános most már, hogy szakmai szervezetek beleszólnak szakmai dolgokba, nem azért vannak. Tehát így a szakmai szervezetek azok azért vannak, hogy egyetértsenek, ez állandóan erre térek vissza, de igazán láthattuk ennek az első pontját annak idején, amikor megszüntették az MTF Földrajzi Név Bizottságát, mert ugye a Ferihegy kérdésében nem értett egyet a kormánynak, és amikor kérdést kapott ez ügyben, akkor azt hitte, hogy ez a kérdőjel a végén, mármint hogy mi a véleményetek, kedves bizottság, az valóban kérdést jelent, nem pedig a választ tartalmazza. Ez egy olyan félreértés volt, ami aztán kijelölte ezt az egész. Tehát ebben az esetben tulajdonképpen megint csak a business as usual egy
tipikus példáját láttuk, valaki, aki egy megfelelő pártkáder, egy ejtőernyős, nem kell nekik szakmai gyakorlat, meg hasonló kérdések, ez így működik. Tehát én nem azt mondom, hogy jó, bár én nem látom azokat a mélyreható alkotmányos magyar, nem is tudom, ellenvonásokat, amiken most itt így fel kéne háborodni, hogy 48-tól máig, ez micsoda különbség. Az igazság, hogy ez ebben az országban, a mi történelem folyamán azért az esetek nagy részében és a korszakok nagy részében így, vagy hasonlóképpen folyt. Hát elég gajasz. Bírói gyakorlat nélkül kinevezni bírói testület élére? Az elmúlt 30 évben ez annyira nem volt ebben a konkrét esetben jellemző. Na de hát, hogy azt megpróbálnánk felsorolni, hogy mondjuk az elmúlt 150 évben, és külön kitüntette egyébként az elmúlt 30 évben, hány totálisan alkalmatlan, megfelelő végzettséggel nem bíró, stb. Pártkádert nevezte ki, akkor ezekkel konkrétan legalább 10 kormányt lehetne feltölteni. De azért van egy beletörődés, hogy látok egy ilyen beletörődés, hogy hát jó, hát ha így, akkor így, ez már a 48. vagy 480. ilyen lépés a Fidesznek, amikor minden, mi ott esetben saját maga által hozott törvénnyel is szembe megy, meg szokásokkal, meg alkotmással, meg mindennel, és így az első 10-nél, vagy 40-nél, vagy 400-nál még felháborodott a drága magyar választó, meg a drága magyar valóság hallító, magunkra gondolok, akkor az még így oké, de most így már így, minden kicsikét meghúzza a vállát, jött egy ilyen Z-kategóriás csávó, ugyanerre a pozícióra, mint ahogy eddig jöttek a többiek. Eddig is volt valahogy, ezután is lesz valahogy, és ugye az a kérdés, hogy ezt a korábbi felhabarodás, mert nem tudta senki se politikailag úgy becsatornázni, annak legyen következménye, illetve mit fog kezdeni a mostani beletörődéssel, hogy hát már megint ez van, hát megint ez lett, hát ezek ilyenek, hát akkor menjünk tovább. Szóval, hogy azért ez a, és hogyha korábban beszéltünk arról, hogy Fidesznek mi a kívás ebben a választásban, akkor szerintem az ellenzéknek is van kívás, pont ez az apátia, pont ez a beletörődés, pont ez a, már annyiszor átgázoltak rajtunk az elmúlt 10 évben, hogy most, hogyha még átgázolunk rajtunk kétszer, akkor mi lesz? Semmi. Hogy ebből hogyan rázzák fel a választásokat, és ez legalább annyira nem egyszerű, mint a Fidesznek megoldani a Putyin Medvegyev kérdést. De persze az a feltétel, hogy választásokkal ezt a rendszert le lehessen váltani, amiben én személy szerint nem hiszek, és szerintem ebben az országban már nagyon kevesen hisznek a politikai mérvadóink. Bocsánat, nem menjetek már ilyen messzire. Egyrészt azt azért, hagyd tegyem ehhez hozzá, lehet, hogy te abszolút tájékozatlan vagyok, de olvastam, vagy igyekeztem követni ennek a személynek, Varga Zsének a megítélését. Egyfelől egyébként ez nem egy Z-kategóriás senki. Ezt egyébként... Politikai értelme mondtam, nem az ő szakmai felkészültségét mondtam kérdőjelben. Jó, nem csak most elég nehéz úgy, mert már alig van idő, hogy most a Péter, neked mondom, aztán neked mondom, az is meg... Tehát minden esetre azzal a képpel szemben, amit lefestettetek, ha minden igaz, ez egy komoly jogtudós, még akkor is, hogyha egyébként ugye nagy híve az apostoli királyságnak és egyebeknek. Jó, de a piszkos munkát oda ment elvégezni, megint közben vágtunk. Nem könnyű neked sem. Ez az egyik dolog. Tehát Bárándi Pétertől Siffer Andrásig mindenki azt mondja, hogy egyébként egy komoly jogtudós, ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy valami jót is mondjak, azért nem volt, én nagyon, nagyon örültem, hogyha szabad ilyen kifejezést használni, hogy mondjuk az Országos Bírói Tanács az lényegében egy ellenszavazattal 13-1 vagy 14-1 azt mondta, hogy nem, a beletörődés ide oda. Azt gondoltuk volna, ők is nyilván tudták, hogy át fog ez menni, és nem törődtek bele. És ez azért is baromi fontos különben, mert ugye a kúriának őrült nagy szerepe van. Egyébként ezzel most nagy kockázatot vállalt Orbán is, mert ebben a szisztémában most ennek az embernek legfelsőbb bíróként olyan figurákkal, vagy olyan személyekkel, meg olyan jogtudósokkal kell együtt dolgozniuk, ahol intézményesen benne van ebben a rendszerben egy őrült nagy feszültség. Természetesen. És keletkezett hozzá egy legitimációs krízis. Amúgy meg nagyon nagy jelentősége van a kúriának, mondjuk például abban a tekintetben, hogy milyen lesz a bíróságok ítélkezési gyakorlata mondjuk médiapolitikában, mondjuk milyen lesz az ítélkezési gyakorlata mondjuk adatkérések ügyében, és egy csomó olyan dologban, ami egyébként politikailag különösen baromi fontos. Azon kívül meg egyébként azért húzzuk már alá, hogy nem régiben azért változtattak a bírói jogállással összefüggő kérdések kapcsán a jogszabályokon, hogy ugye egy nem
bíróságból érkezett ember tudjanak kinevezni. Tehát hozzányúltak magához az alkotmányhoz is, az alaptörvényhez is. Ugye, mert úgy döntöttek, hogy az alkotmány bíráskodást úgy fogják föl, mintha egyébként bírói gyakorlata lenne a jelöltnek. És ehhez egy dolgot hagyd tegyek hozzá. Ceterum censeo, a kedvenc problémánkat. 2 éve döntött úgy az alkotmánybíróság, hogy mondjuk a rokkant nyugdíjakkal kapcsolatos korlátozó, visszamenőlegesen korlátozó döntéseket a magyar királyi parlament legyen szíves módosítani abban az irányban, hogy az újraértékelt rokkant nyugdíjasok ne szenvedjenek hátrányos helyzetet. 2 éve, 5 hónap a hivatalos határidő, 2 év, másfél év a esetleges lauf, de most már 2 éve az alkotmány. Tehát mit jelent? Azt jelenti, hogy a végrehajtó hatalom úgy egyébként, by the way, ha az érdekei úgy diktálják, ott tartunk Magyarországon, leszarja az alkotmánybíróság döntését. Pont ezt tudom, csak egy kereken hozzátenni ez a történethez. Nem, most először teszem én hozzá zárójelben. Hát pár, jó, csak elfelejtjük mindig aláhúzni, tudod? Nem vitatkozom egyet, sőt, abszolút. Balbuzsi Andráshoz visszatérve csak az ő személyére, hogy egyébként bennem is lenne egy apró reménység, én annak idején beszélgetésem még a Mórusz körben, még én a régi világban. Nem mondtam reménységet, bennem semmi reménység. De abban a szempontból van reménység, hogy ő egy hívő ember, hogy van meggyőződése, de számomra akkor nagyon pozitív benyomást tett, amikor én akkor megismertem, hogy előfordulhat, hogy ilyen pártkatonának kihelyezett emberek, akikről azért rakja oda a Fidesz, hogy majd nekem azt csinálja, amit én akarok, felébred az elkiismeret. Ó, persze, hát nem itt szerint. Tudsz még ilyet mondani, akinél ez bekövetkezett? Előfordulhat. Előfordult? Mondjuk egyet, akinél ez előfordult. Hadás Magyarországon nagyon-nagyon ritkán, de ugye egyébként ez az örök dilemma. De amerikai filmben láttunk már ilyet. De nem csak filmben, nem csak filmben, viccelj már. De egyébként most komolyan mondom, ez szintén egy örökké előkerülő kérdés. Mondjátok meg nekem, hogy az ilyen státuszú emberek, nem kevesen vannak ebben az országban, érgül a köztársasági elnökkel, az alkotmánybírákkal, a legfelsőbb bíróság elnökével, ha úgy tetszik, azt mondjátok meg nekem, hogy ez valami hungarikum, vagy valami közösségi ízé, vagy beidegződés, vagy a gének, vagy a szkíták, vagy nem tudom micsoda, szabad emberekké válnak. A hatalom fújhat a segükbe 6 kiló libatollat. Akár szabad emberek is lehetnének. Igen. Erről a reményről persze én se teszek le, de most tényleg mit lehet csinálni egy alkotmánybíróval? Újra lehet majd választani, ugye pontosan ez volt a probléma, hogy elvileg újra se lehetett volna őket választani, és a Fidesz módosította meg, hogy lehessen őket újra választani, hogy mégiscsak függjenek valakitől. Jó, de figyelj ide. És addig, amíg nem lehetett őket újra választani, addig érvényes volt ez a nem fűnnek senkit a dolog, vagy jobban érvényes volt a nem fűnnek senkit a dolog. Most már ez egyáltalán vannak ilyen státuszok ebben az országban, akárha szabad is lehetne, hogyha úri kedve úgy diktálja. Egyébként ez eléggé jól mutatja. Legfőbb ügyész például. De most mi a kérdés? Nem kérdés. Ez a kérdés, csak itt kiteszem az asztalra a hazám fiai. Azért ez szerintem elég egyszerű pszichológia. Tehát senki nem szereti azt mondani magának, hogy én egy utolsó szarházi szolgalélek vagyok, aki kiszolgálok egy olyas rezsimet. Mindenki azt mondja, amit egyébként a Lázár mond, hogy hát a Fidesznél csak a Fidesz jobb, vagy azt fogja mondani, hogy hát a demokráciára még nem találtak jobbat, meg hasonlókat fog mondani, úgy csinál, mint ezt magának is csinálja. Hogy érted, hogyha azt mondja, hogy kérem szépen, ez innentől szar, van ilyen, kognitív diszonancia redukciója. Október 23-án 56-ban sok olyan döntéshozó volt, olyan pillanatban, aki belátta azt, hogy hát hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden olyan hullámhosszon. Tehát vannak olyan pillanatok, amikor az ember felébred, vagy megpróbálja, hát hogy nem most akkor bocsánat, szimbólum, de történnek ilyen döntések. Annak idején azért szavazta meg az összes mindenféle követelést 1848-ban a parlamentben, attól voltak beszarva, hogy jelentett a Rémír, hogy ott áll Rákos mezőjén Petőfi 300 ezer kaszára kapott parasztal. Azért ez nem ilyen egyszerű. Azt, hogy nekünk áprilisi törvényeink voltak készen, az gyönyörű, és bocsánat, nem megyünk törvényeink. De bocsánat, akkor szerintem azt várta, hogyha mondjuk 22-ben esetlegesen lesz egy kormányváltás, akkor Polt Péter hirtelen elkezdém másként gondolkozni. Vagy Matolcsi György azt gondolja, hogy mégsem pöttyös a magyar gyerekek segge. Viszont ha ez előáll, elmondom, hogy mi lesz. És a tévedés minden kockázatában. Belülről.
úgy van. Igen. Hát na, ezt nekem nem utassák. Ezt nekem nem utassák. Öcsém, én mint az ország túlélő három kommunistának az egyike, én ezt tudom. Igen, hát ezt tudom. Esterházy Péter mondta, hogy megnő a forgalom a Damaszkuszi úton. Jaj, ezt hagyjuk ezt a Damaszkuszi, ne. De ez jó, ez jó. De Pólt Péternek még az oroszokat is be kell hívni, mert különben a Damaszkuszból, igen. Ott vannak. Mert egyébként akkora bajban lesz, hogy az borzasztó. Ennyi fért, hölgyem és uraim. Önöknek köszönjük a figyelmet, jövő héten találkozunk. Viszontlátásra.